És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra. Köszöntelek benneteket a csatornámon, örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A 3 kérdőjeles jóslás március 15-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Az ő tekintete. Egy utazás. Vagy külföldön van, vagy pedig tervez egy utazást. De ez arra is vonatkozhat, hogy ő neki vágyai vannak, és ez egy belső utazás. Ez a hajó szimbolizálja az ő érzelmeit is, vágyait és reményeit. Mivel ez az ő gondolata ezen a helyen, az arra utal, hogy ő ezzel tudatos. Tehát ő biztos abban, hogy mik a vágyai, és pontosan ezek a tervei. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzései. Ez a kártya megadja rá a választ. Ez a fiatal fiú egy botot tart a kezében, és az a tűz elemét szimbolizálja. Az ő lelkesedését. És neki itt vannak lehetőségei abban az irányban mozogni, ami őt lelkesíti. A harmadik kérdés az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. A választ megadja ez a kártya. Ez lehet egy vallási téma is, de én úgy gondolom, hogy inkább arra utal, hogy itt új dolgok történnek, mint egy felkelés, egy más energia, ami titeket összeköt. És ez a virágcsokor arra utal, hogy egy kellemes meglepetés vár rátok. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás.